Barnamezős beruházás keretén belül sikerült a Nagymányoki önkormányzatnak megvásárolnia és felújítani egy korábban lepusztult, elhanyagolt területet. Még 2018-ban nyert a település 415 millió forintot a terület és település fejlesztési operatív programban. Sikerült felújítani ezt az irodaépületet, illetve a műhelyeket, és a területnek a rekonstrukciója is majdnem készen van már, az átadása valamikor az őszre várható. Teljesen megújult az egykori iroda és műhelycsarnok épülete, beszerzésre került egy korszerű mérlegrendszer, valamint zúzott és térköves parkolót alakítottak ki. Minden kész van arra, hogy logisztikai központként tudjon funkcionálni. Még egy kis munkánk viszont is határidőt is kell hosszabbítanunk, hiszen az időjárás miatt a zöldítést télen át nem tudtuk megcsinálni, mert se csapadék, semmit, tehát száraz volt, úgyhogy most van tereprendezés, füvesítés, a fákat azért el tudtuk ültetni, ezeknek a nyári locsolása, öntözés, hogy azért szeptemberre tudjuk produkálni, hogy minden megerett, meg minden szép. A polgármester hozzátette, hogy a központ egy közel 1000 főt foglalkoztató új iparterület mellett fekszik, valamint a városhoz közeli kőbánya is hamarosan újra elkezdi a kitermelést. A jó idő kedvezett egy szintén Nagymányokon megrendezett eseménynek is, a Lőegylet tartott majálist a nemrég elkészült piasztér területén. A város más civil egyesületek részvételével létrejött közösségi eseményen átadásra került egy Magyar Falu program keretén belül vásárolt kis busz.